tartok a csapatverseny kelet-pest körzeti fordulójának díjkiosztóján a megjelent versenyzőket, felkészítő tanárokat, kísérőiket, valamint iskolák intézményvezetőjét, dr. Jeszenszkéné Galai Gabriellát. Kedves vendégeim! A díjátadás előtt hallgassanak meg néhány olyan aktuális számadatot a Bolyai Matematika csapatversenyről, amely még nem szerepel a honlapon. A fővárosban idén először 8 helyet 9 körzetben volt a verseny. A kelet-pesti körzet már tavaly ketté lett osztva, Kőbányai Szugló alkot egy új körzetet, és mi a 17. kerületnél maradtunk, kelet-pestként. Az idén is minden megyében ott volt a Bolyai Matematika csapatverseny, sőt a határon túl Erdélyben, Kovászna és Hargita megyében is. Ezeken a versenyeken 5-től 8. osztályosok mellett 2007-től már a 3.-4. osztályosok is részt vehettek. Az idei megmérettetése összesen 8.707 csapat, azaz 34.828 diák jelentkezett. Tavaly 8.707 csapattal szemben 8.056 volt, tehát emelkedő tendenciát mutat az idén is. Tavaly előtt meg csak 6.016. Közülük Budapesten, itt a kelet-pesti körzetben az idén 324 csapat versenyzett, tavaly 310 voltak nevezve. Ebből is látható, hogy nem volt könnyű a verseny megszervezése, lebonyolítása, hiszen az iskolák méretei nehézkesen teszik lehetővé egy versenyző gyerek kényelmes elhelyezését. Mint látjuk, most is elég zsúfosan vagy zsúfoltan vagyunk. Még így is nagy örömmel tölt el azért bennünket szervezőket, hogy a szorongva is, de helyet adhatunk ennek a szép eseménynek. Kedves díjazott gyerekek! Ti vagytok annak az 50 csapatnak a tagjai, nem véletlen, nem, 48-50, 200 versenyző, akiknek a legügyesebben sikerült teljesíteni az október 11-e írásbeli fordulót. Nagy örömmel tölthet bennünket még az is, hogy körzetünkben elég magas pontszámmal teljesítettetek, így minden évfolyamról az első helyezettek tovább jutnak, sőt van, ahol a második helyezett is. Azt gondoljuk, hogy a verseny elérte célját, közösen, összedolgozva oldottatok meg problémákat, átértétek az együttgondolkodás örömét, és néhány csapat a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathatják majd a döntőn diáktársaik előtt, és eközben újra összemérhetik majd tudásukat. Második lett a Diadal úgy általános iskolából, a Diadal 2 csapat, volt a Bogárta Dombóvári Dalma, Huta Réka, Szalóci Mira, Nagy Idői Tamás a tanárul, gratulálunk! Nikolett, és felkészítőjük pedig erős Gabriella.